Nagy Gerda hajnalban született, második gyermek. Édesanyja azt mondta, csodálatos volt a szülés számára itt a budapesti Szent István kórházban. Nagyon sokat segítettek, és az, hogy rögtön nálam lehetett a kicsi, és 2 órán keresztül elválaszthatatlanok voltunk, csodálatos volt. Itt a szülőszobák egyszemélyesek, és van alternatív szülőszoba, bordásfaldal, fürdőkáddal. A kormány ehhez hasonló szülészeteket hozna létre minden állami kórházban. Azt szeretnék, ha a szülészetek családbarátok lennének, és a szülés élmény lenne. Cél például, hogy az apa ott lehessen a szülésnél, az édesanyja pedig megválaszthassa a szülés módját. Erre 10 milliárd forintot különítettek el, amire a kórházak pályázhatnak. Nem az a kérdés, hogy mire van szükség az intézménynek, az a kérdés, hogy mire van szüksége a családnak, aki be akar menni az intézménybe. Hiszen ez egy teljesen természetes folyamat, egy csoda, ahogy hallottuk. A családügyért is felelős államtitkár szerint, ha egy nőnek az első szülés pozitív élmény, nagyobb eséllyel vállal még egy babát. Természetesen cél az is, hogy támogassuk azt is, hogyha egy édesanyja vagy egy család természetes szülést szeretne magának, tehát ezt a természetes szülés élményt is tudjuk biztosítani, minél előbb merre helyezhesse az édesanyja a gyermekét, a szoptatás körülményeit biztosítani tudjuk. A program része az is, hogy a kórház már a várandós gondozásban is aktívan részt venne. Az orvosoknak, nővéreknek pedig képzést tartanának a leendő anyukákkal folytatott kommunikációról. Magyarországon 78 szülészeti osztály működik állami kórházakban, ezek bármelyike kérheti a támogatást. Azt, hogy a pályázatot mikor írják ki, még nem lehet tudni pontosan, de a döntéshozók abban bíznak, hogy már néhány héten belül. Molnár Eszter, RTL Híradó, Budapest.